A tábla Nagy Imre mártír miniszterelnökről elnevezett utcában van. Az avató ünnepségen közéleti személyek is részt vettek. Az emléktáblát Palatinus István plébános áldotta meg. Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin is megjelent. Elmondta, fontos, hogy a határon túl is megemlékeznek az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról, valamint Nagy Imréről is, mint a szabadságharc vezéregyéniségéről. Külön öröm számomra, hogy az utca magyar lakosainak saját kezdeményezésére született annó az utca elnevezés is, és most a táblaállítás is sok év után. Azért is örülök, mert ez a tábla több nyelvű, tehát a más nyelvet gyakorló honfitársaik is megérthetik, hogy miért fontos a magyaroknak Nagy Imre személye, és nagyon remélem, hogy itt mindenki a magáinak fogja ezt érezni. A Nagy Imre Társaság szabadkai tagozata minden évben megemlékezik az 1956-os forradalomról és a szabadságharc kiemelkedő személyeiről is. Számunkra nagyon fontos, hogy a vajdasági délvidéki és a magyarországi és a határon túli magyar történészek közül ma már szerb történészek is részt vesznek egy-egy rendezvényünkön. Nagy Imrét 1958-ban végezték ki az 56-os forradalom és szabadságharc leverése után. A mártír miniszterelnök a független, szocialista Magyarországot éltette utolsó szavaival. 1989-ben több százezer fő részvételével temették újra Budapesten, ünnepélyes keretek között.